A helyszínünk ezúttal Kecskemét és a Széktói stadion. A 8. pozícióban szereplő KTE ugyanis a 11. Kisvárdát fogadja. Ami a legfontosabb hazai szempontból, az az, hogy a 10 pontos differencia, ami van a két csapat között, az semmiképpen se változzon. 6. perc, Lukács. Iimbor nem tud fejelni, és 11-es. Úgy tűnik, hogy kezezés történt, úgyhogy már itt a mérkőzés legelején büntetőhöz jut a kecskeméti csapat. Még egyszer a visszajátszás, ott Iimbor ráfejeli 5-ös könyökére. A novemberi mérkőzésen berúgta a büntetőjét Horváth Krisztófer, most is berúgja, most begurítja, akkor bevágta a jobb felső sarokba, most is a jobb oldalt választotta Horváth, ezúttal azonban laposan gurított a hálóba. A büntető teljesen jogos volt, hiszen 5-ös keze akadályozta a labdát, Horváth Krisztófer pedig ezúttal laposan. Petkovics az irányt eltalálja, de kiütni nem tudja a jobb alsó sarokból ezt a büntetőt. A kapufa is besegít Horváth Krisztófernek. Most egy picit beszorul saját térfelére a Kecskemét, de ez mondjuk helyzetekben nem nyilvánul meg. Most egy lövés, oldalra üti Varga Bence, és ott van az egyenlítés. Spasics. Itt van 5-ös lövés, ezt oldalra üti Varga. Spasics teljesen üres, csak be kell passzolnia az üres kapuba. Belényesi lemaradt. 5-ös pedig ezzel a gólpasszal felérő lövéssel javítja hibáját, amit a büntetőnél vétett. Horváth Krisztófer kap egy ajándéklabdát, széles próbál javítani. Horváth Krisztófer kapura, óriási gól! Brilliáns találat Horváth Krisztófer, nem csak 11-esből, hanem akcióból is gólt rúg a Kisvárdának. Tökéletesen eltalálta ezt Horváth Krisztófer, itt inkább a védelmet lehet elmarasztalni, hiszen elajándékozta a labdát a Kisvárda, széles nem tud javítani, Horváth Krisztófer pedig éles szögből szerez szenzációs találatot. A 10. gólját rúgta Horváth Krisztófer a szezonban, harmadszor volt eredményes a Kisvárda ellen, ezen a meccsen másodszor, csodálatos találat. Cipetics ügyesen tartotta ott a beadás, Mesánovics és Varga ér oda. Ennek most talán inkább a kecskemétiek örülhetnek, annak nem, hogy a labdát nem tudják kirúgni, lent marad egy kisvárdai a 16-oson belül, lövés elakad, 5-ös egy csel befelé, ott már nagyon sűrű a mezőny, 11-es. Talán innen majd jobban látjuk, ez műesést. És kijön megnézni Káprány Mihály, itt nincs találkozás, rálép Katona Levente csukájára, még 5-ös aztán eldobja magát. Ott a csuka orrára lép rá 5-ös, de katonait nem csinált semmit, ez biztos, hogy műesés. Meglepődnék, ha ez büntető lenne, nem büntető. Teljesen jogosan Káprány Mihály visszavonja a 11-est. Horváth Krisztófer, ott van mellette Vágó. Horváth, most lehet leadni, Banó Szabó, ez is egy óriási gól! Hát lemásolja egy picit Horváth Krisztófert Banó Szabó Bence, aki gyönyörű gólt lő, és itt a büszke edző és édesapa ugye egyben. Kap egy gólpaszt Horváth Krisztófertől, és ő is egy kiszorított helyzetből elvállalt lövéssel gyönyörű gólt szerez. Horváth Krisztófer pedig a két gólja mellé oda tesz egy asszisztot is, Banó Szabó kapásból a kapufa mellé. Gyönyörű megoldás, és gyönyörű gól, 3-1. Van három olyan játékos, aki 9 sárgánál jár. Banó Szabó ugratná ki Lukácsot, jó labda. Lukács, és nagyot véd ezúttal Petkovics. Horváth, nem rossz, kicsivel mellé.